Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kármikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes jóslás Diana számára. Kedves Diana, üdvözöllek téged, ez a te videód. Mielőtt kezdenék, elmagyarázom azt, mi a kárma, és mit jelent ez a kármikus fordulat. Nekünk van lelkünk. Amikor meghalunk, akkor a lelkünk elhagyja a testünket, a földet, és visszatér az égi hatalomhoz. A lélek visszaemlékezik a múltra, vannak érzelmek is, és visszatekint arra, amit átélt itt a földön. Én ezt úgy tudom elképzelni, mint egy film, amit a lélek megtekint. Amikor ez a film befejeződött, akkor így gondolom, hogy így van, a jó Isten megkérdezi, na, hogy érzed magadat. Ha a lélek azt válaszolja, én boldog vagyok, örültem annak, amit elértem, ez a felszabadulás érzése, ez, ami engem így eltölt, akkor a lélek kilépett a kármából. Viszont ha a lélek mást válaszol, és azt mondja, hogy így utólag látom azt, hogy én nem is éltem. Sokat hibáztam. A jó Isten nem büntet meg bennünket, hanem ad arra lehetőséget, hogy ezen mi javítsunk. És amíg a lélek visszatér a földre, benne van ebben a kerékben, itt látható is. Ez a sors kereke. És a lélek kiválaszt egy sors utat magának. A horoszkóp az a térkép, az életút, ez az arany középút. De ez nálunk nem tudatos, hanem ez az öntudatunkban van. Ha mi a lelkünkre hallgatunk, a belső hangunkra, akkor mindig jó döntéseket hozunk, és itt maradunk ezen az arany úton. És mit jelent ez a kármikus fordulat? A horoszkópban van két kármikus csomó. Az egyik a lefele haladó hold csomó, Kétú, a sárkánynak a farka. Itt ennél a lefele haladó hold csomónál a múltról van szó. Itt vannak emlékek. A másik kármikus csomó a felfele haladó hold csomó, a sárkánynak a feje. És ezt Ráhúnak hívjuk. Ez mutat egy sors utat, amit a lelkünk kiválasztott, de nem ismer. Egy új lehetőség, egy új út, vagy egy kiút a helyzetből. És ez az új életterület, vagy új út, az, ami a lelkünket felszabadítja. De kell a belső egyensúly is. És most megnézzük azt, hogy hat rád, a te horoszkópodra ez a kármikus csomó, meg Szaturnusz bolygó, mert Szaturnusz bolygó őrzi a kármát és a sorsoknak a bolygója. Most volt ez a változás. A lefele mozgó holdcsomó Kétú szeptember végéig a nyilas jegyében volt több mint másfél éven keresztül. És most a Skorpión jegyében van az indiai számítás szerint,
és a Skorpión jegyében marad 2022. márciusáig. A felfele haladó holdcsomó, Ráhú, a sárkánynak a feje, a szeptember végéig az ikrek jegyében volt, több mint másfél évig. Most elhagyta az ikrek jegyét, és a bika jegyében van 2022 tavaszáig. Hogy hat ez rád? A te horoszkópodban Szaturnusz bolygó visszatekintő. Ez utal a múltadra, és vannak nálad kármikus témák, mégpedig a vízöntő jegyében. Ez kihat a külsődre, ez kihat a fellépésedre, kihat a személyiségedre, mert a te aszcendentusod az a vízöntő jegye az indiai számítás szerint. Ez azt jelenti számodra, hogy abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a vízöntő jegye kelt fel a keleti határon. És a vízöntő jegye elkísért téged születésedtől a halálodig. És befolyásolja a te külsődet, fellépésedet és a te személyiségedet is. A vízöntő jegye az arra utal, hogy te érzed, hogy mi következik a jövőben, azon kívül jó ötleteid vannak, te egy egyéniség vagy, és az számodra nagyon fontos, hogy más légy, mint mások. És ami érdekes, hogy mások így látnak téged. De Szaturnusz bolygó itt korlátozásokra utal. Ezt érezted a múltban, a gyermekkorodban, az ifjúságodban. Te nem tudtál úgy kipontakozni, ahogy te szeretted volna, mert ha például te vettél magadnak egy olyan ruhát, ami neked tetszett, vagy olyan volt a frizurád, ahogy te akartad, akkor mások mindig azt mondták neked, a felnőttek, hát így nem szabad kimenni az utcára, mit szólnak mások. Ezek korlátozások. Ami rád kihatott, mert nem tudtál úgy élni, vagy úgy fellépni a környezetedben, ahogy te szeretted volna, ahogy te kívántad volna. Nem tudtad ezt az egyéniséget kibontakozni, mert mindig mások beleavatkoztak. A második élet szakaszban Szaturnusz bolygó segít. Igen, segít neked, hogy légy olyan, amilyen vagy, mutasd ezt ki, mert ez számodra fontos, és csodákat fogsz átélni, mert mások ezt elismerik. És sokan fogják azt is mondani, milyen jó a fellépésed, megvan a stílusod, és itt lesznek bókok meg elismerések. De a múltban ez nehéz volt. A hetedik életház az szemben áll az aszcendentussal, úgy nevezzük, hogy descendent, és ezzel a descendenttel, mint egy kapu, kinyílik egy új életterület, és itt van a párkapcsolat. A te horoszkópodban, itt a hetes életházban van az oroszlán jegye. Az oroszlán energiájával nyílik itt egy lehetőség. És az azt jelenti, hogy te állsz a középpontban. A te életed olyan, mint egy színdarab, és te játszod a főszerepet. És a lelki társad imádni fog ezért, mert te ezt a párkapcsolat területén éled át. Tartsd meg ezt a büszkeséget.
egy királynő, olyan legyen a fellépésed. Itt a hetes életházban van nálad Merkur bolygó, itt tanulsz valamit. Itt található Vénusz bolygó, mutatja a nőiességedet, kihat a párkapcsolatra. Itt található Uránusz bolygó és Plutó bolygó is. Uránusz bolygó uralkodik a vízöntő jegye felett. És az a te aszcendentusod, az pont szemben áll, tükröződik valami, kihat a párkapcsolatodra. Akkor leszel boldog a szerelmi élet területén, ha te éled a személyiségedet, és Uránusz bolygó azt közli veled, te nem olyan vagy, mint mások, hanem te egy egyéniség vagy. És ez hozza a szerencsét. Plutó bolygó szintén itt van a hetes életházban, az mutatja te belső erődet, és kihat a párkapcsolatra. Uránusz bolygónál a testi kapcsolatról van szó. Szaturnusz bolygó a te születési horoszkópodban a vízöntő jegyében van, az marad is, de a bolygók mozognak. Lefordítva bolygó azt jelenti, hogy mozgó csillagok. Szaturnusz bolygó jelen pillanatban a bak jegyében mozog, kihat a sorsodra, a kármára is, mert Szaturnusz bolygó őrzi a kármát. Itt a 12-es életházban a titkokról és a visszahúzódásról van szó. Ez azt jelenti számodra, légy visszahúzódó, tekints a mélybe, és vizsgáld meg azt, miért van ez így, ami téged foglalkoztat. Ezek itt a titkok. Ha itt párkapcsolatról van szó, itt ennél a Szaturnusz hatásnál, akkor az jelent egy ilyen kármikus párkapcsolatot, egy lelki társat, amire még kihathat, hogy minden olyan titokzatos, te átlátsz most a dolgokon. Ráhú a felfele mozgó holdcsomó, ami egy új utat vagy egy kiutat jelent, vagy egy életterületet, amit nem ismersz. A te születési horoszkópodban ez a Ráhú energi a bika jegyében van, a mélyponton, a négyes életházban. Ez a négyes életház utal az otthonodra. Mivel itt nálad kármikus témák vannak, te keresed azt a helyet, ahol úgy érzed, igen, itt a helyem, itt le tudok gyökerezni. Itt ez a mélypont, ez a négyes életház mutatja az alapokat, és erre az alapra tudod az életedet felépíteni. De mivel nálad ez a terület ismeretlen, így nehéz bízni abban, hogy jól sikerülnek a dolgok, bízni abban, hogy megállod a helyedet, neked segítségre van szükséged, és ezt megtalálod a párkapcsolatban. A lelki társad adja számodra az otthont, és adja számodra a biztonság érzetét. Itt megtanulod ezt, hogy benne bízzál, hogy a jövőben bízzál, hogy megvan a talaj a lábad alatt, a biztonság érzete. Anyagilag is, meg ami az érzelmeket illeti ezen a területen is. Rahu, ez a felfele mozgó holdcsomó, most itt mozog a bika jegyében, itt is marad 2022. márciusáig. Itt lesznek kármikus témák,
egy új irány, lesznek változások itt a négyes életháznál, ahol az otthonról van szó, az lehet egy költözködés is. A bika jegye az utal az anyagiakra, az értékekre, az lehet a belső érték is, azon kívül, hogy őrizd meg a nyugalmadat, és élvezd az életet, bízz ebben a párkapcsolatban, mert ő nyújt otthont számodra. Két tú, a lefele mozgó hold csomó utal a múltra. Kétú most a Skorpión jegyében van, a te születési horoszkópodban Kétú szintén a Skorpión jegyében van, így visszatért ez a kármikus téma, ugyanazon a ponton fog állni, ahogy a születésed pillanatában volt. A Skorpión energiája az a víz eleméhez tartozik, és utal az érzelmekre. Itt van egy változás. El kell hagyni a félelmeket, meg a bizonytalanságokat, és áttérni a pozitív érzelmekhez, és ez a hit, a bizalom, a köszönet, a lelkesedés, és a szeretet vagy szerelem. Itt lesznek változások, kihat az érzelmeidre. A te horoszkópodban ez a lefele mozgó holdcsomó Kétú a Skorpión jegyében a tízes életházban van. Az a legmagasabb pont a horoszkópon mutatja a célokat, legyenek céljaid, és ne add fel, higgy ebben, hogy elérhető. Ez a tízes életház mutatja a nyilvánosságot is, te most a középpontban állsz, és kapsz megbecsülést, bókokat. Ez a tízes életház utal a hivatásodra is, itt lehetnek változások. A lefele mozgó holdcsomó Kétú szeptember végéig a nyilas jegyében volt, az nálad a 11-es életház, a baráti kör, meg a reményeid, de nincs bolygó nálad a nyilas jegyében. Gondolj vissza, hogy élted ezt át az elmúlt másfél évben. Ráhú a felfele mozgó holdcsomó, az szeptember végéig, több mint másfél évig az ikrek jegyében volt, az nálad az ötös életház, ott gyermekekről van szó, gyermekkori emlékekről, és kreatív munkáról is jelzi az élet örömöt. Ez az ötös életház, az mutatja számunkra az élet örömöt, és tanulhatunk a gyermekektől játszadozva ezt kialakítani. És most áttérek erre a jóslásra. A te jelenlegi helyzetedet a sors kereke mutatja. Itt lesznek változások. Kihat a sors utadra, tehát nagyobb változások. Itt fogsz komoly döntéseket hozni, vagy a lelki társad hoz komoly döntéseket. Itt más irányban fognak fordulni az események, lehet, hogy lesz meglepetés, amire te még jelen pillanatban nem is gondolsz, hogyan tovább, egy más irányba fog ez mozogni, de bízz abban, hogy jól alakulnak a dolgok. Itt most fontos a bizalom, a nyugalom és az élet öröm. Ha a múltra visszatekintünk, vannak emlékek vagy képek, ami szép, ami kellemes, ezt meg kell, hogy tartsuk. Mi az, ami segít neked a múltból, azt mutatja itt ez a kép. Ez a férfi itt ezen a képen tekint egy új irányba. A kezében
van ez a bot, tehát kezébe veszi a dolgokat, és aktív lesz, mutatja a bátorságot, meg az életerőt is. Valami lelkesíti őt, és ez kell számodra egy új irány, ami téged lelkesít. Az lehet a párkapcsolat, vagy a hivatás, vagy utazások, valami, ami neked most tetszik, vetkezed be a dolgokat, és irányítsd ebbe az irányba. Itt, ahogy itt a sors kereke is mutatja a változásokat. Még mindig maradunk a múltnál, vannak más emlékek is, ami szomorít bennünket, ahol bizonytalanok vagyunk, ahol félelmeink vannak, hol éled te ezt át. Ezt mutatja itt ez a kép, egy szerelmes pár, egy boldog párkapcsolat. Neked megvannak a lehetőségeid, vagy ez a lelki társ ott van melletted, és már ismered őt. De bíz abban, hogy van jövőtök, egy boldog párkapcsolat. De számodra ez nem egyszerű ebben a szerelemben bízni. Én ezt most úgy általánosan mondanám, nem a lelki társadra vonatkozik, mert a múltadban azt, amit átéltél a korábbi életedben, vagy a gyermekkorodban, itt vannak mély sebek és szomorúság. Kell a gyógyító hatás. De hogy tudod ezt megoldani? Ne a múltra gondolj, ezekre a szomorú emlékekre, a könnyekre, hanem a jelenre, és tekints a jövőbe, ami téged itt erősít. Te ezt el is érted, és ezt tudod. Te nagyon bátor vagy, mert ez a kártya mutatja azt, mit értél el eddig, ami a kármikus témákra utal. Jelent egy új kezdetet, a lelkesedést, a bátorságot. És mi kellene a jövőben, ami segít neked az élet utadon, azt mutatja itt ez a fő papnő. Itt spirituális dolgokról van szó, azon kívül ő őrzi ezt a könyvet, a sors könyvét. Be van írva a sors könyvébe is azt, amit a lelked ismer, a jövőd. És ott szerencséd lesz. Pontosan ez, amit te tanulsz, mert itt a hold mutatja a házi feladatodat, a leckédet, és a hold azt jelenti, te ezt megkapod. Nem kell semmit érte tenni, csak hinni abban, hogy ez közeledik hozzád, és bízni ebben a jövőben, bízni ebben a szerelemben, ebben a szerencsében. És mi az, ami még segít abban, hogy boldog légy? Nézd meg ezt a fiatal fiút. Ő osztogatja a pénzt. Az egyik sokat kap, a másik egy kicsit kevesebbet, a harmadik semmit sem kap. Itt igazságtalanságokról van szó. Ez a kártya számodra azt jelenti, hogy te a múltban igazságtalanságokat éltél át, fájdalmaid voltak, vagy vannak még, de bíz a jövőben, hogy az igazság kiderül, amit ez a kép még szimbolizál, hogy te mindig adsz másoknak, és nem kapsz vissza érte semmit, vagy keveset. Nem azért, mert elvárásaid vannak, hanem ez azt jelzi, hogy mások kihasználnak téged. Mi
az, amit a jó Isten szeretne veled közölni. Ez a férfi, akit te szeretsz, visszatér hozzád, átnyújtja ezt az aranykelyhet, a szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleme utal az érzelmekre. Ő nyitott lesz erre a párkapcsolatra. Kezébe veszi a dolgokat, és irányítja. Itt lesz mozgás, itt lesznek változások. Amire még itt ügyelned kell, ez a fehér ló, ez a bizalom, meg a hit, ez a fekete ló szimbolizálja a félelmeket. Te döntesz, hogy melyik irányba tekintesz. Az, amit te elképzelsz, ami téged boldoggá tesz, azt megkapod. Itt van a kezedben, a föld elemét jelképezi ez az arany érem, és a föld eleme mutatja a reális dolgokat. Te légy olyan, mint egy királynő, légy a te saját értékeiddel tisztában. Te megérdemled ezt a szerelmet, ezt a férfit, és ő közeledik hozzád. Itt lesznek reális dolgok. Ezek nem csak álmok, hanem itt ez a kártya mutatja a reális dolgokat. Kedves Diana, így tudtam ezt a jóslást, meg az asztrológiát kármikusan elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!